Minden egyes perc. Úgy éltem meg a Fradi mezőbe, hogy az, ez a csúcs. És természetesen, hogyha címeket nyer egy ilyen klubbal valaki, akkor arra a legbüszkébb. Őrült voltam én a pályán, és egyszer meg is kérdezték a feleségemet, hogy elnézést, kis kegyet, hogy az Attila nem bántja otthon, hogy ilyen őrült a pályán, és tehát ezt kenyér lehet kenni ezt az embert. De aztán a Fradi is megtalálhatja, ha fogalmazhatunk úgy, az új Lajdonit, aki ugye a francia harmadosztályon és a román első osztályon keresztül jött hozzánk, és én még emlékszem, hogy mekkora elégedetlenséget váltott ki az ő leigazolása, hogy ki ez és mit akarunk tőle, aztán hát most már egészen máshogy beszélnek róla, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Hát pedig ő nem is Újpestről jött. Köszönöm szépen. Nem szeretem. Esküszöm, komolyat akartam, figyelj. Na figyelj, most kérdezzek egy komolyat, Dénes. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, én Varga Dávid vagyok, ez pedig itt a Hajrá Zöldek második adása. Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok, és nagyon szépen köszönöm, hogy az első adást ilyen sokan megnéztétek. Hogyha esetleg lemaradtatok volna róla, akkor még pótolhatjátok itt a fejem fölötti linken. Nézzük, hogy mi vár ránk ma itt a második epizódban, amelynek fókuszában a Fradi tavasz lesz. Kezdünk egy interjúval Dragoner Attilával, ő ugye most a Zalaegerszeg sportigazgatója, és nem véletlenül hívtuk őt meg ide a műsorba, hiszen 24-én majd a Fradi Zete mérkőzéssel, vagy hát a Zete Fradi mérkőzéssel kezdődik meg a tavaszi szezon a Fradi számára. Úgyhogy Attilát kérdeztük a Ferencvárosról, a Zalaegerszegről, és picit vissza is repültünk az időbe, felidőztük vele egy játék segítségével karrierének legemlékezetesebb pillanatait. Őt követi majd a Régi Hírünk című rovatunk, amelyben Huber Sebastian beszél nekünk a Fradi tavasz kialakulásáról, majd magáról a Fradi tavaszról is beszélünk, méghozzá a következő Fradi tavaszról, kiegészülve Rósa Dénessel már hárman leszünk itt. Elemezzük az átigazolásokat, ki jön, ki marad, ki fog berobbanni, és az Európa Liga is természetesen szóba kerül, sőt, virtuálisan ki is sorsoljuk az ellenfelünket, úgyhogy ha tehetitek, mindenképp maradjatok velünk, és még egy szolgálati közleményt engedjetek meg nekem, mielőtt elkezdenénk, ez pedig az lenne, hogy a Hajrá Zöldek az egy igazi szerelemprojekt, egy nulláról építkező szponzorok és támogatók nélküli műsor, ahhoz pedig, hogy hosszú távon tudjuk nektek ezt gyártani, két hetente szükségünk lenne a ti támogatásotokra is, úgyhogy ha megtehetitek, akár egy kávé, akár egy meccsegyárával, de támogassatok minket, nagyon sokat számít ez nekünk, a videó alján van egy Donably, meg egy PayPal link, mindkettőn keresztül könnyen tudtok utalni. Hogyha nem tetitek meg, akkor sincs semmi baj, a Hajrá Zöldek ingyenes, és most kezdődik. Idén lesz 12 éve annak, hogy lejátszott a utolsó tétmérkőzését a Ferencvárosban. Dragoner Attila vagyok. Pont itt akadtál el. Nevedet keresem. Keresd meg, hogy ki a vendég. Láttam, hogy valami doktor, de... Volt olyan is. Azt meséltem, nem? Nem. Nem meséltem? Micsoda. Amikor még, hát az már 18 éve költöztünk oda a 16. kerületbe, és jött az idős postás bácsi, és hoztam a levet, hogy a doktor úrnak. És a doktor úr itthon van? Nem. Hát, és így azért doktor Agonár. Az én vagyok. Ja, jó. Aztán utána már... Összehaverkodtatok. Igen. Fölvette a szemüvegét. Nem, azt kerestem, hogy 355 volt még előtte. Ez egy jó hangulatú beszélgetés lesz. Idén lesz annak 12 éve, hogy lejátszotta utolsó tétmérkőzését a Ferencvárosban, amit egyébként még 355 másik előzött meg. Nyert két magyar bajnoki címet a klubbal, kétszer volt magyar kupa győztes, és bizony a legzivatarosabb időszakban is kitartott a zöld-fehér mez mellett. Aztán a pályafutását követően is maradt a futball kötelékében, dolgozott a Ferencváros utánpótlásában, majd Soroksára került, most pedig már az NB1-es Zalaegerszeg sportigazgatója, a mai vendégünk, Dragoner Attila, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt van. Szia Attila! Köszönöm, szia! Köszöntöm a nézőket! Már csak azért is köszönöm, mert hogy ugye itt vagyunk az átigazolási időszakban, a téli átigazolási időszakban, ilyenkor egy vidéki sportigazgatót Budapesten, nem tudom mennyire könnyű elkapni. Két laki életet folytatsz, mióta lent vagy Zalaegerszegen? Úton vagyok, ahogy szokták mondani. Ugye van lenni is megfelelő feladat, egyrészt az átigazolási időszak,
gyakorlatilag egy héten belül vagyunk, hogy kezdődik a bajnoki szezon folytatása. Ugye van mellette nekünk egy partnercsapatunk, a szlovén másodosztályi Lendva. Az NB3-os keretet alakítjuk, próbálunk még olyan fiatalokat megtalálni, akik vevőek erre a fajta filozófiára, amit Zalaegerszegen csinálunk. Úgyhogy persze Budapest központú Magyarország, úgyhogy a legtöbb tárgyalás azért Pesten van. Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor te ugye még a Soroksárnál dolgoztál, és valahogy úgy fogalmaztál, hogy ott egy nagyon családias, nagyon nyugodt légkört kaptál, amit könnyű volt elfogadni, amit könnyű volt megszokni. Ehhez képest milyen egy NB1-es sportigazgatóság? Nagyon hiszek az állandóságba és a stabil, nyugodt légkörbe. Ez Soroksáron, ez teljesen ki lett alakítva, és megvalósultak azok a tervek, amit amikor oda kerültem, szerettem volna véghez vinni. Zalaegerszegen egy nagyon dinamikus és egy felfogozott, gyors tempóba csöppentem bele, hiszen akkor kezdődött az átigazolási időszak. Gyakorlatilag, ahogy említettem, már 3 csapat felügyelete tartozik hozzám, plusz még az utánpótlás. Ugye a játékot keretet átalakítani, megfelelő típusú edzőt hozni. Ugye a Lendván is különböző szabálymódosítások történtek a szlovén ligába, ahhoz alkalmazkodni, ott is változtak a dolgok, és ugye meghatározni azokat az alapelveket, amit az elnök úrral miatt, vagy az elnök úr kérésére, vagy közösen, talán így több részbe lehetne megfogalmazni, hiszen amikor megkeresett, mindenképp az volt a döntés, hogy amit én képviselek a futballból, és amit ő szeretne, az egyezzen meg. És akkor, ha mi ilyen szenvedélyesek vagyunk, győzni akarunk, és törekszünk a maximumra, és úgy gondoljuk, hogy egy ilyen vidéki megyeszékhely Fellegvár is nagy csapat tud lenni a munkával, az elvégzett munkával, nagy hittel, ehhez megfelelő edzőt kerestünk, és most úgy gondolom, hogy a játékos keret kialakításában is ezek lesznek a döntő érvek, és most már a fél év tapasztalati alapján azt mondom, hogy ez lesz a döntő érv, hogy ilyen mentalitású, ilyen típusú játékosokat találjunk. És amiket itt felsoroltál, a te magad mentalitását, amit ugye már a pályafutásod során megismertünk, ezt a küzdeni tudást, azt, hogy nagyon utálsz veszíteni, ezt hogy lehet átemelni a sportigazgatóságba? Egy-egy tárgyalásnál is ilyen nagyon karakám vagy ezt hogy kell elképzelni? Amúgy teljesen higgadtam, és próbálok teljesen arra fókuszálni, hogy az adott feladat pontosan, precízen legyen elvégezve, és nyugodt, megfontolt döntéseket szeretek hozni. Ez már így volt Soroksáron is. Viszont tudok az asztalra csapni. De azt szeretem, hogyha látják a játékosaim, hogy az edző, hogy nyugalomban minden tervszerűen halad, tudjuk előre, hogy milyen lépés következik most. Az elmúlt időszak hibáit elemezzük, csendben, magukkal, nem teátrálisan, nyugalomba szerettek dolgozni, és hogy ez hasson át a játékosokra is. Tudtam magamról is, hogy bármilyen öltözőben vagyok, és voltak nehezebb időszakú öltözők, vagy klubidőszakok, és azt is abból nagyon sokat tanul az ember, hogy kezeli az öltözőt. Egy-egy vereség után, vagy győzelem után nem vagyok, pedig nagyon érzelmdús vagyok, és legszívesebben őrjöngenék egy-egy vereség után, vagy legszívesebben magamhoz szorítanám a játékosokat, de próbálom a maga a mérkőzést elemezni, nem kizárólag csak az eredményt, bár jelen pillanatban az NB1-ben minden az eredményről szól, de mégis mi nyáron azt választottuk, hogy bízunk a fiatal magyar tehetségekbe is, és ezt a munkát, ameddig tudom, én ezt képviselni fogom. Ugye itt az interjú elején a Falcon-nál említettünk már egy számot, ez a 12 év, akkor azóta vonultál vissza. Most a karriered az ott tart, ahogy így tervezted? Tehát megvannak ezek a lépések, és minden jól halad? Nem igazán tervezzek, úgymond, hosszabb távra. Amikor az utolsó meccsemben berúgtam azt a bizonyos gólt, és befejeztem a pályafutásomat, akkor a Kubatov Gábor elnökük érezte, hogy Attila, hogy
mi az, ami legközelebb áll hozzád, és én mondtam, hogy a gyerekek, a fiatalokkal szeretek foglalkozni. És az 5 év gyakorlatilag egy szempillantás alatt elment, és azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Amikor kikerültem Soroksára, ott már egy más feladat volt, hiszen mint ügyvezető igazgató az egész klubnak a gazdasági működése is hozzám tartozott, hanem csak a szakmai, nagyon sok mindent tanultam ott is, és mindig is tudtam, hogy vagyok olyan erős vagyok, bízok annyira magamba, hogyha lehetőség, egy olyan lehetőség nyílik, ami úgy meg tudom mutatni az igazi gondolataimat, filozófiámat a futballról, akkor azt, ha lesz ilyen, akkor majd meglátjuk. Tehát nem volt olyan, hogy én kerestem, vagy bármiféle lépéseket tettem volna, hogy minden áron távozzak, hiszen még amikor beszéltünk már az Aligerszeggel, akkor is a Ferencváros vezetői mondták, hogy ragaszkodnának hozzám. Aztán végül is valahogy az érveim mellett megértették, hogy gondolkozok. De hát tudták egyébként, hogy tehát mindig is a győzelem, mindig is a csúcsra törés, és mindig is azért szerettem magam megmutatni a pályán, hogy azért a tragi ott van a pályán. Tehát őt mindig látni kellett egy picit, úgy élveztem azt nagyon, amikor a Fradi közönség szeretett, és jó volt előttük játszani, és most is úgy vagyok vele, hogy amit jót csinálok, azért örül az ember, hogy elismerik, de szerintem ebben a munkában a legfőbb elismerés azért felülről jön, de úgy mindegyik számít. Mind a szurkolók, mind a játékosok, az vezetőedző, mind a klubban dolgozó bármelyik munkatársam, hiszen nélkülük azért ez nagyon nehéz lenne, hogyha nem egy síkon gondolkodnánk. Ugye nem véletlen, hogy ebben az időpontban szerettük volna, hogyha eljössz ide hozzánk, hiszen az adásba kerülésünk utáni napon lesz majd az első, hát mondjuk tavaszi NB1-es mérkőzés, ugye az elhalasztott Zete Fradi. 18:32, tök jó nézőbarát időpont. Még egy kicsit, ha esne a hó, akkor örülnénk. Hogy várjátok azt a meccset? Most az nagy hazugság lenne, hogyha nem várnak. Egyrészt azért, mert minden bajnoki nyitány, vagy úgymond így a szezon, tavaszi szezon nyitánya előtt azért van egy felfogozott hangulat. A játékosok stabilan, nyugodtan, rengeteget dolgoztak már decemberben is, hiszen az utolsó Kecskemét elleni bajnoki után, mi egy 8 napos pihenő után visszaálltunk a munkába. Ott rengeteget dolgoztak, és a karácsonyi szünet után, amikor visszaérkeztek, akkor olyan megfelelő állapotban voltak, hogy külön speciális plusz erőléti munkát nem kellett végezni. Ott inkább elkezdtünk az egyéni képességfejlesztésekkel foglalkozni, taktikai dolgokkal. Úgyhogy minden a terv szerint, mert tervezett edzőmés mérkőzéseket le tudtuk játszani, úgyhogy most már abban a ritmusban vagyunk, hogy ahogy szokták mondani, a bajnoki ritmusba edzünk. Köztudott ugye, hogy a Ferencváros meg az Alágerszeg szurkolótábora nagyon jóban van egymással, és most már ugye láthatjuk, hogy itt a háttérben nem csak általad, de Ricardo Monista, Julián Jennert is említhetjük, hogy megvan a Fradi kötődés. Ezek puszta véletlenek, vagy akár alakulhat valamiféle közeledés a két klub között ezen a téren is? A két klub jóban van, tehát ez tény. Klub szinten is, szurkolói szinten is jó a kapcsolat. Egyébként az, hogy Ricardo Monista vezetőedző és Julián a pályedző, ez egy, hát azt mondom, hogy egy véletlen, ahogy alakult így nyáron, de a legfontosabb az, hogy ahogy kezdődik a szezon, hogy egy tényleg, én úgy gondolom, hogy egy két támadó szellemi csapatnak a jó mérkőzésével kezdődjön a szezon. A két klub jóban van, akkor most hogy kell elképzelni, lehet, hogy így majd fölhívod a hajnaltomit, vagy akár az elő is fordult, hogy figyelj, már itt van ez a XY játékos, ajánlom figyelmetekbe? Ez nem úgy működik a futballban.
Tomi, van olyan jó kapcsolatunk volt, amikor Soroksáron dolgoztam, és akkor szinte napi vagy heti rendszerességgel egyeztettünk. Most is beszélünk, de most azért természetesen kevesebbet. És van olyan futbolista most Zalaegerszegen szerinted, aki a jelenlegi Fradiban is megállná a helyét? Érdekes, mert mindig azt szoktam mondani, hogy ha nem rakjuk be a játékost, akkor nem derül ki. Én érzek elsősorban mentálisan olyan játékost, aki van olyan karakter, mert szerintem a Fradiba mindenképpen karakter, olyan karakter kell, aki el is hiszi, hogy ott tud játszani, nem csak, hogy ott akar játszani. Van olyan játékos, én úgy gondolom, igen. Fiatal még, gondolom. Fiatal. Nálunk csak fiatalok vannak. Na jó, biztos nem fogsz nevet mondani, hogy én nem is próbálkozom itt veled. De picit még egy kérdés erejéig Monizra visszatérnék. Az elég nagy kockázatot vállaltatok vele, nem? Tehát ugye láthatjuk, megismerhetjük a karrierjéből, hogy jó sok csapatnál megfordult, nagyon hosszú időt sehol sem töltött el, ha megtávozott, akkor sokszor viharos körülmények között. Azért milyen szinten vállaltunk kockázatot? Az egyik, hogy mindenki ismeri, hogy a Ricardo egy fanatikusan szeret dolgozni, egy őrült, szenvedélyes edző, aki akár a tegnapi napon is déli 12-től este 7-ig az utánpótlás játékosokkal foglalkozott Zalaegerszegen, mert ő egyszerűen futballimádatban van, munkaimádatban van. Ebből a szempontból nulla rizikó volt, mert ilyen edzőt kívánt szerintem mindenki magának, aki ennyire precízen a hivatásának és ennyire a győzelemnek rendeli a lázét, életét. A másik, hogy sokan nem tudják a teljes igazságot, ami történt akár Szlovákiában Ricardóval, vagy Hollandiában, vagy Németországban. Én azért nagyjából képben vagyok játékosokon keresztül, azon keresztül, hogy a legtöbb játékosa még mindig visszasírja azt az időszakot, amikor vele dolgozott, hogy ha lehetőség nyílna, jönne a Zalaegerszegre futballozni, ez is egy jelzés. Az, hogy neki van egy célja, és van a futballban egy olyan szemlélete, amit mindenkinek át akar adni, és ha erre nem vevők, akkor akár a múltban lehet, hogy történt olyan, de az, hogy mi történt a múltban, az meg minket most jelen pillanatban nem érdekel. Jelen pillanatban az érdekel minket, hogy az Zalaegerszegen mindent megtesz. A játékosok fejlődésért, akár felnőtt, akár utánpótlás szinten mindent megtesz. Precízen végzi azt a munkát, amit közösen összeállítottunk a futball filozófiánk mentén, azt a munkát végzi, úgyhogy én meg személyesen én úgy gondolom, hogy tudok vele beszélni, tudok rá hatni, tudjuk egymást kezelni egy-egy mérkőzés előtt vagy után, úgyhogy én személy szerint nem gondolnám ezt olyan rizikónak. Előbb már mondtam egy idézetet a legutóbbi beszélgetésünkből, ugye az a Soroksára vonatkozott, van itt még egy, azt mondtad akkor, hogy nem álmodozom, dolgozom, biztos vagyok benne, hogy meg fogom kapni a lehetőséget, ha eljön az ideje. Ezt tudod, mire mondtad? Nem. Hogy majd egyszer a Fradiban. Akár az is lehetett volna, tényleg nem vagyok ilyen álmodozó, hiszek abba egyrészt futballfilozófiába, vagy abban a munkában, amit én csinálok, de álmodozni még talán, amikor kicsi voltam, akkor álmodoztam, hogy hol focizzak meg, hogy a címeres mezt fölvegyem, de most már nem. Most már dolgozok, szeretem, amit csinálok, szeretem, hogy a futballban vagyok, ott vagyok mérkőzéseken, ott vagyok a gyerekekkel, ha kell, és csinálom, amit a legjobban szeretek. Na Attila, akkor majd mindjárt most visszamegyünk egy picit az időbe, talán majd a gyerekkort is felidézzük, viszont játszani is fogunk, ahhoz meg lehet, hogy egy kávéra szükséged lesz. Presszó? Mehet, igen. Köszönöm szépen. Maradjatok velünk, mindjárt folytatjuk. Légy a Hajrá Zöldek együttműködő partnere, vagy tartozz támogatóink közé.
Ha hirdetni szeretnéd vállalkozásod, termékeid vagy szolgáltatásaid a műsorunkban, vedd fel velünk a kapcsolatot a hajrázöldek@hajrazoldek.hu e-mail címen. Amennyiben pedig magánemberként vennéd ki a részed a műsorgyártásból, úgy látogass el a képernyőn látható oldalra, vagy kattints a videó alatti támogatói linkre. Köszönjük! És már itt is vagyunk, folytatjuk a Hajrá Zöldeket Dragoner Attilával. Képzeld el, hogy ezt a kávét Szűcs Péter, az egyik első Danabli támogatónk fizette, úgyhogy most ő hívott meg téged. Köszönjük szépen, szépen köszönöm. Péternek. Isten tartsa meg jó szokását, neked pedig egészségedre, Dragi, és köszönöm. Ígértem egy játékot, ez lesz az egyik dolog, most ennél a második részben, a másik meg az, hogy a szurkolók is kérdezgettek tőled, úgyhogy itt igazából nekem már sok dolgom nem lesz, majd egy bebecsempészek egy szurkolói képet. Jó. Kérdést, bocsánat, ugye te most sportigazgató vagy, nyilván döntesz az átigazolásokról, és arra gondoltam, jó, hogy picit röpüljünk vissza az időbe, és akkor meg is nézhetjük az első képet. Nyilván ennél jóval több információt látok egy adott játékosról, uh-huh, mielőtt leigazoljátok. Uh-huh. Itt most látni fogsz, uh-huh, majd három képet olyan focistákról, akiket a Fradi egykor leigazolt, vagy nem igazolt le, nem, uh-huh, tudom. De hogy ugye most beszélünk egy 18 éves srácról. Ezt már tudom, de azért még hallgatlak. Gondoltam. A 80 kiló az nem tudom, akkor ült-e. A 185 centi az valószínűleg igen. Ugye egy hátvéd, uh-huh, volt, egy jó kis beállós. És már ifi válogatott, képzeld el. Igen. Kazincbarcik, MB2. Lipcsei Peti. Akkor leigazolnám. Leigazolnám, hogy ne igazolnám. És tényleg így is leigazolnám? Igen, igen, így még inkább. Neked nem volt ilyen frizurád, ugye? Hát sok buta frizurám volt, de talán ilyen nem. Erre azt olvastam, hogy csak pontosan akarom, hogy 3 perc olajozás és 2 perc zselézés volt a rituálé. Jó, de ez csak viccelődtünk, nem volt ez olyan, de a külsőségre mindig adtam, ezt nem tagadom. Na viszont komolyra fordítva szólt egyet, tényleg Lipcsei Péter volt az, ugye Kazincbarcikáról igazolt a Ferencvároshoz, és már itt volt, amikor te idejöttél, de egészen, uh-huh, gyorsan megtaláltátok a közös hangot, uh-huh, miért szerinted? Hát... Az volt az érdekes, hogy abban a csapatban, amiben érkeztem, ott mindenki egy nagyon pozitív karakter volt. Azért azt gondolom sokat számított, hogy a Nyilasi Tibi volt az edzőnk, és akkor a karakter volt különbözőek, de mégis egyéniség, a Vince Ottótól elkezdve, a Jagodis Zoli, vagy a Nyilaselek, vagy a Horváth Feri. Tehát... és még sorolhatnám, mert ha Hajdú Attila a kapuba, tehát olyan csapat volt, amiben mindenki pozitív volt, mindenki imádta, hogy a Fradiba tud játszani, és nagyon családios volt a hangulat, meg olyan, mintha ott született volna az ember, ez azért ritka, mindig mondják, hogy időt kell hagyni, hogy valaki beilleszkedjen. Nekem sikerült talán az első perctől kezdve. Korábban még talán a pályafutásod alatt nyilatkoztad azt, hogy Peti volt az a legjobb futballista, akivel valaha játszottál, ez megül. Igen, igen. Mit tudott ő? Hát amit nagyon sokan nem. Vagy legalábbis az én csapattársaim között. Én játszottam ugye Németország, Portugáliába, de a Peti volt magasan a legjobb, akivel a pályán belül is tudtam, hogy mikor kell neki passzolni. Egymásra nézve már tudtuk, hogy mi következik. Zseniálisan adta beszögleteket a fejemre. Úgyhogy mindig tudta, mikor kell gyorsítani játékot, tudta, mikor kell lassítani. Az öltözőt rendbe tartotta. Nehéz időszakokon is keresztül mentünk, és mindig tudta, hogy neki ez a küldetése, hogy a Fradiba játszom. Ugye nagyon sokáig a futballista pályafutásotok után is az életetek gyakorlatilag kéz a kézben ment tovább, úgyhogy nem is véletlen, hogy több nézőnk is téged kérdezett róla. Ezt jól mondtam? Róla kérdezett téged, bárhogy is mondjuk ez a kérdés így összeáll. Molnár, Máté és Módos Bence is ilyen volt, és hogyha a kettőjük kérdését összegyűrjük, akkor nagyjából ők azt kérdezték, hogy mit gondolsz, a Fradi vagy a Zete edzője lesz előbb, Lipcsei Peti? Egy igazán gonosz kérdés amúgy, de köszi szépen. Gonosz kérdés.
mert az, hogy a Fradi edző lesz, azt nem engem kell megkérdezni. A Peti, hogy szokták mondani, most benne van egy, talán nem állok nagy hír, egy komfortzónába, imádja, hogy a Fradi kötelékében van, nagyon szeret a fiatalokkal dolgozni, és hogyha lesz olyan megkeresés, akár bármely klub részéről, akkor egy nagy bevállalás lesz tőle is, vagy tőle, hogy kilép ebből az olyan szituációból, hogy ő tényleg, hogy nézzük, 18 éves kora óta ő ide tartozik, és azért ezt nem könnyű érzelmileg elfogadni, hogy ebből kilép valaki. Hát ha valahova átlép, akkor az adná magát, nem az a legerszeg. Akár. Nem tudjuk. Jövőt azt sosem tudjuk. Na nézzük a következő képet. Kicsit más korszak lesz. Képzeld, hogy ezt a játékost egy éve igazolta le a Sheffield United Premiership csapat. Az valamit csak tudhat. Egy Trinidad és Tobago-i korosztályos válogatottról van szó. Egyébként, aki most nézi ezt a YouTube premiért, a kicsit játszott is velünk, hogyha ezt a nevet kitalálja, akkor kap majd egy hajrá zöldek matricát, meg egy Fradis tollat mondjuk, de csak itt a YouTube alatt, és amíg meg nem mondom a választ, mert azért nem olyan könnyű. Hát igen, 20 éves, elég ilyen filigrán csávónak tűnik, és támadó. Van tippem, de mutatod. Nem. Akkor igen, talán a Kamatéra gondolok első körben, de volt még akkor egy másik fiú, kettő közül lesz valamelyik. A Kamate Dramane, ugye? Dramane Kamate, igen, nem ő. Akkor viszont... Ki a másik? Kérek még segítséget. Várjál, mit tudok segíteni? Az, hogy nem akarom őket ellőni a bántani, meg ellőni a puskaporcsám. Hát azért nagyon sokat nem nagyon játszott sokat a Fradiban. Igen. Á, nyilván. Azért nem tudom. Na jó, kíváncsi vagyok, hogy valaki megírta el közületek. Nézzük meg a jó nevű Aaron Downing. Aaron Downing, igen. Bal szélső volt. És igen, bal szélső, jobb szélső. Tényleg nem akarom bántani ezeket a srácokat, de nagyon kíváncsi vagyok, mert nagyon sok külföldi jött. Képzeljétek el, mondom a fiataloknak, hogy nem voltál mindig ilyen rózsás a helyzet a Fradi körül. Amikor az MB2-ben voltunk, meg a pénztelenség korszakát éltük, akkor elég sok ilyen külföldi játékos jött ide, és töltött itt elég kevés időt. Te emlékszel egyáltalán rájuk? Vagy hogy volt ott? Elég nagy volt tényleg a fluktuáció. Emlékszem. Akire emlékszem, az arra úgy gondolom, hogy a többi Fradi szurkoló is emlékszik. A Polsónak a csatárjátéka az számomra, tehát egy igazi rutinos vérbeli öreg róka, bravasz, tudta hova kell helyezkedni, egy nagyon jó karakter, mindig pozitív volt. Na, ővel is szerettem játszani. Tehát ő egy nagyon intelligens, jó futbolista volt. Kár, hogy ugye ott már nem volt fiatal, amikor ide került, na de az ő neve az úgy megmaradt, mert ővel szerettem játszani. Ugye a másik a Luton nevezetű jobb hátvéd, aki utána játszott talán a... Matthew Luton, igen. Ő egy gyors jobb hátvéd volt. Ő meg talán túl fiatalon került ide, mert ő utána később egy szép karrier futott be, Sheffieldbe is játszott. Azt hiszem a Premier League-ben is utána is megmutathatta igen, magát. Igen. Egy egészen szürreális volt ez az időszak, de hogyha megpróbáljuk a pozitív oldalát megtalálni, kicsit, mint azért összehozta volna a Fradi családot, nem? Az elején mindenképpen, hát ahogy... így hívtuk, országjáráson voltunk, az tényleg megható volt, az a szeretet. És aztán végül is, ha most nézem, ebből a korszakból sok rossz után jött egy olyan időszak, amire most talán abban az időben senki nem gondol, de vágyott. Úgyhogy ez a nyugalom, kiszámíthatóság, minőségű játékosok, stabil klub, épül-szépül a Fradi. Úgyhogy ennek a klubnak itt a helye, ahol most jelenleg tart, és még én, ahogy az elnök urat ismerem, ő ezt még tovább fogja nyomni. Most Bíró László kérdését, szintén egy nézői kérdést hoznék ide, hiszen te már akkor a meghatározó játékosa, a legendája voltál a Fradinak.
Milyen érzés a Fradi legendájának lenni, ezt kérdezte László. És talán annyit fűznék hozzá, hogy milyen érzés úgy, hogy tudjuk, vagy sejtjük, hogy azért a nagy fluktuáció miatt egyre kevesebb olyan játékos lesz, akire majd azt mondhatjuk a jövőben, hogy ő igazán egy legendás futballistája. Ennek örülök, hogy így gondolja László. Nekem tényleg egy élmény volt, amikor Flóri bácsival találkoztam, Szűcs Lajosbával, Rákosi Gyuszibával a stadionban. Nekem élmény volt, amikor legelső meccsen, mint szurkolók én voltam, Zsiborás Gabi lehúzta a labdát, és 11-est ítélt a bíró, és az egész stadion őrjöngött, de végül is nyert a Ferencváros. Ugye ezeket már senki nem veheti el tőlem, ezeket az élményeket, és az, hogy tényleg a szurkolók az első pillanattól az utolsóig megbecsültek, szerettek, hát azt meg az én szívemben örökké fog élni. Na nézzük meg a harmadik úriemberünket. Azért egy jóval rutinosabb emberről van szó, szintén egy támadó egyébként, de szerintem már a klubból kitalálta. Igen. Na mondjam. Tököli Attila. Tököli Attila, bizony. Uh-huh. Ő ugye már úgy érkezett ide a Ferencvároshoz, hogy válogatott játékos volt és gólkirály volt az NB1-ben, és azért is hoztam őt ide, mert ugye ez egy mondjuk egy harmadik korszaka a Fradis karrierednek. Azért ott 2003 és 2004 között amilyen hullámvasutat ti bejártatok, azt elég nehéz röviden összefoglalni. Mi maradt meg itt is, csak a pozitív? Hát azért természetesen, de azért azt a bajnokságot, hogy tudtuk elveszteni 2003-ban, azt egyszerűen nem tudja felfogni az agyam, hiszen nagy képűség nélkül legjobbak voltunk, és tényleg ott voltunk többször, tehát nem csak az utolsó fordulón, mert többször megnyerhettük volna ezt a bajnokságot. Nem úgy alakult. Aztán rá egy évre sors visszadta. Tehát valamit akkor nem jól csináltunk, amit egy évvel később jól csináltunk. Nem tudjuk, hogy mi lehetett az, mert ott az utolsó öt fordulóban talán az egy mérkőzés, bármelyik mérkőzésen nyerünk, akkor már bajnokok vagyunk. És akkor ez 2003-ban nem sikerült. Itt meg az utolsó fordulóban, harmadik helyről kettőt ugorva bajnokok lettünk. De nagyon sok szurkolónál nyilván megmaradt ez az emlék, ez az utolsó meccs, akár meg a 2004-es bajnokcsapat nyilván azért, mert nagyon hosszú ideig utána ugye nem örülhetett elsőségnek a Fradi. Ez nálad is a karriered egyik csúcspontja volt? Minden egyes perc. Úgy éltem meg a Fradi mezőbe, hogy ez a csúcs. És természetesen, hogyha címeket nyer egy ilyen klubbal valaki, akkor arra a legbüszkébb. Úgyhogy nekem természetesen az, hogy a válogatottba játszottam, az is a szívemhez nagyon-nagyon közel áll, és ezek a címek az önfelett ünneplés utána az is, de azért az, hogy az utolsó mérkőzésemen, az utolsó percben, az utolsó labdaérintésemből gólt lövök, hát akkor nem tudom, ezt valaki megírta. Hát én visszanéztem ezt a videót most párszor, de hát igen, a hideg fosorodta át, hogy ezt így tényleg hogy lehetett megírni? Direkt volt. De mit kerestél ott egyáltalán? Mármint, hogy elő? Úgy éreztem, hogy valaki hátulról meglök, hogy szaladj előre és rúgj egy gólt. Esküszöm valamilyen. És ugyanez volt, és... Persze, hogy utólag már minden, amikor Újpesten győztes gólt fejeltem, akkor is volt egy olyan megérzés, hogy ez egy meccsem, ezt én fogom eldönteni. Ez a meccsen örültem minden percnek, de végül mondom, egy olyan érzés fogott el a végén, na most akkor lehet, hogy az utolsó előrefutásra, és akkor előrefutok. Gál Tamás kérdése jön. Melyik volt a legerősebb Fradi, amiben játszottál? Uh-huh. Azt mondanám, hogy amikor ide kerültem, a legelső. 97-98. Hát ott abban volt 7-8 válogatott játékos. Én úgy gondolom, hogy az volt a legerősebb. És milyen érdekes, hogy amiatt, hogy ez csak ezüstérem lett, annyira így a köztudatban nem is maradt benne az. Igen, és hogy azt is úgy éltük meg, hogy hát az csalódásként, hiszen mondom, Nyilasi Tibi visszatért,
olyan játékosok voltak a keretben, hogy közel voltunk, és akkor talán egy hazai Újpest döntetlen miatt nem kerültünk egész közel az Újpesthez, és akkor a végén már mindenki megnyerte a hátralévő 3-4 meccset, és akkor elúszott ott a bajnoki cím sajnos. Na de fejezzük be jobb szájízzel az interjút, 3 villám kérdéssel, jó maradt itt még mondjuk, vagy hát több nézői kérdés volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyit küldtetek, ezért is érdemes egyébként követni Instán meg Facebookon a Hajrá Zöldeket, mert megpróbáljuk így ilyen tekintetben is interaktívvá tenni az adást. Csergő Botond, tényleg rövid válasz, melyik a kedvenc fradi szurkolói rigmusod? Mindig is a fradi himnusz lesz. Az induló, igen. Kedvenc fradi gól, kérdezi Erdei Szabolcs, én azt sem tudom a választ. Igen. Már nem biztos, hogy tudom, mert... Igen, az újpesti előre is, nem. Az utolsó? Igen, az utolsó. Egy kérdés, mert elárultam Draginak az interjú elején Csernai Dávidét, hogy melyik a legemlékezetesebb piros lapod. És ezzel nevettünk, hogy volt egy pár is, és most válasszam ki. Őrült voltam én a pályán, és egyszer meg is kérdezték a feleségemet, hogy elnézést, kis kegyet, hogy az Attila nem bántja otthon, hogy ilyen őrült a pályán, és tehát ezt kenyér lehet kenni ezt az embert. Tehát ott én egy teljesen más voltam a pályán, annyira akartam nyerni, vagy szerettem, imádtam a győzelmet, hogy hát valamikor elvesztettem a fejemet. És akkor még egy záró kérdés, tehát aki elveszti a fejét, az például ugye ez Latán egyik nézőnk kérdezi tőle, hogy milyen volt ellene játszani, ugye, hogyha jól néztem utána, akkor 2002-ben egy elvésel egy igen, hát brutál erős paliról van szó. Hát arra emlékszem, hogy akkor az Urbán Flóri volt mellettem, a Gyepes Gabi, és felváltva azért ütköztünk vele, és ő állta a sarat. Végül is gólt is fejelt, de úgy, hogy a Király Gabi jött ki, és gyakorlatilag halántékon boxolta, megrázta magát a gólja után, és jött vissza. Brutális, erős fizikumú játékos, de hát fejbe is ez a karakter. Azért komoly, nem véletlen ez a pályafutás. Kicsit őrült is, amit én bírok összességében. Valamelyest meg megosztó. Amilyen talán a Fradi is imádják, vagy utálják. Hát Attila, nagyon kívánom, hogy majd Zalaegerszegen fedezzétek fel az új Zlatant mondjuk, vagy minél több ilyen játékost tudjatok kinevelni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm meghívást. Veletek pedig még folytatjuk, hiszen mondtam, hogy a Fradi tavasz lesz majd a fókuszban. Most egy picit történelmi szempontból jön a régi hírünk rovat, amiben Huber Sebastian elmondja majd ennek a kifejezésnek az eredetét, és felidézzük a legemlékezetesebb megnyilvánulásait. Folytatjuk méghozzá a régi hírünk című rovatunkkal, újra itt van Sebastian, szia! Sziasztok, hajrá Fradi! Most kicsit fejtsük ki azt, hogy honnan ered ez a kifejezés, mikor beszéltek először arról, hogy Fradi tavasz? Hát nagyon régen, majd bannem mindennel a Fradi kapcsán. Ugye már a 1910-es években, tehát egymás után 3 bajnokságban, 1909-10-11-ben az előfordult, hogy a Fradi ősszel gyengélkedett, és aztán tavasszal feltámadott. Volt, amikor veretlenül vívta végig a tavasz, de lényeg az, hogy tavasszal biztosította be a bajnoki címét. Nyilván, akik ma emlegetik a Fradi tavaszt, az ők elsősorban a 90-es évekre gondolnak, de korábban is, tehát 1940-ben és a Fradi csak a középmezőnyben vagy a középmezőny elején szerénykedett, aztán egy fantasztikus hajrával megnyerte a bajnokságot 63-ban, amikor nagyon hosszú idő után nyerte a Fradi bajnokságot 14 év után, akkor 2 döntetlennel és 3 verességgel nyitott, tehát minden tűnt, csak az nem, hogy bajnok lesz, tehát mutatja azt, hogy ősszel többször gyengélkedett, de tavaszra nagyon sokszor feltámadt. Alig van olyan egyébként, amikor így az ember visszanézi az eredményeket, amikor Fradi több pontot gyűjtött ősszel, mint tavasszal, és olyan meg szinte párját ritkító, hogy ősszel mondjuk vezeti a bajnokságot a Fradi, és tavasszal nem nyer. De nyilván mindenki, hát a mai szurkolóknak a nagy része a 90-es évekre teszi ezt, nem is csoda, hisz a 90-es években 3 alkalommal is úgy nyerte a Fradi bajnokságot, 92-ben, 95-ben, 96-ban, hogy ősszel nem vezette a bajnokságot, és ezek közül 92-ben és
és 96-ban kifejezetten nagy lemaradással volt. Ugye 96-ra azt lehet mondani, hogy ott azért a BL csapat volt, tehát ott várható volt, hogy tavasszal jobbak leszünk, de 92 az a csodálatos menetelés, ugye ősszel egy Csikó csapat, hát bizony azért elég rosszul szerepelt, és hát aztán tavasszal 13 győzelem, 2 döntetlen, sőt ugye akkor játszottak egy Veszprém elleni meccset, egy újra játszott meccset, azt is megnyerték, tehát lényegében 14 győzelem, 2 döntetlen. Hát az a fantasztikus menetelés, az azt gondolom, hogy mindenki beleégett, és utána ez ilyen közhelyé vált, hogy a Fradi tavasz, tehát az látható, hogy mondjuk az ellenfelek is tartottak erről, ettől, tehát az ellenfelek is beszélnek erről, hogy jön a Fradi tavasz. Érdekes egyébként, amikor a fradisták elkezdenek rá hivatkozni, ez a 2000-es évek eleje, akkor nem mindig jött, tehát hogy ez mennyire köztudomású volt, hogy még légiós Alekszandr Jovics is nyilatkozott róla, hogy hát ő tudja, hogy a Fradi tavasszal mindig jobb. Ugye a Nyilasi Tibinek ez egy rendszeresen visszatérő fordulata volt, és a Gera Zoli is beszélt erről, és hát pont a 2000-es évek elején azért történt olyan, hogy ugye 2003-ban és 2005-ben is, hogy a Fradi ugye élen volt, elől volt a ősszel, és aztán tavasszal nem sikerült bajnoki címet szerezni. Azt gondolom, hogy ez akkor kicsit ezt a Fradi tavasz dolgot úgymond zárójelbe tette, de mai napig sokan emlegetik, és azért az elmúlt években is, ha azt nézzük, több ilyen nagy Fradi feltámadás volt, tehát 2014-15 ben, már mi nem abban a szezonban, tehát 2014 tavaszán vagy 2015 tavaszán is a Fradi sokkal jobb volt, mint ősszel, sokkal jobban szerepelt, és hát bizony az elmúlt években, ugye már általában ősszel nagyon komoly előnyt építettünk ki, de tavasszal se esett vissza a csapat. Ez egy abszolút Fradi hagyomány. Akkor nagyon reméljük, hogy idén is beszélhetünk majd legendás Fradi tavaszról, remélhetőleg ez a nemzetközi porondra is kihat majd. Sebastian, köszönöm szépen, hogy itt voltál, veletek pedig még folytatjuk. Január 24-én az elhalasztott Zalaegerszeg elleni mérkőzés pótlásával végre megkezdődik a tavaszi szezon a Ferencváros számára, és amit nagyon jó még kimondani, az ugye az, hogy nem csak a bajnokságban, hanem a nemzetközi porondon is érdekelt a Fradi, úgyhogy erről az átigazolásokról, a várakozásokról, meg még néhány más témáról is talán beszélgetünk két új vendégemmel. Itt van velünk Huber Sebastian az Üllői 129-től, és Rósa Dénes a Fradi egykori labdarúgója. Sziasztok, urak! Köszi, hogy itt vagytok. Szervusz, köszönjük a meghívást. Egy gyors választ szeretnék kérni tőletek az első kérdésre. Eldőlt a bajnoki cím, Dénes? Hát úgy gondolom, hogy el. Sebastian? Szerintem már mindig a bajnokság rajtján eldőlt. Tehát én mindig azt hiszem, hogy ma akkor, hogy simán nyer a Ferencváros. Ja, hát köszi, hogy itt voltatok. Ez volt a hajrázat, de kérem. Na, picit menjünk bele mélyebben is majd ebben az egészben. Valóban ugye tetemes az előny. Viszont hát itt vagyunk az átigazolási időszakban, és azt fontos leszögeznünk, hogy a felvételünk napján valószínűleg 1-2 órával a befejezés előtt fog valamit bejelenteni a Fradi, azért már sejtjük, hogy kit fogunk leigazolni. Igen, hát ugye a szlovánnak a szurinámi középhátvédjét, ugye Abénát. Hát szerintem ez úgy mint csebbe a tenger, így mutatja, hogy milyen átigazolási időszak van. Érdekes, hogy többfajta koncepció volt, ugye megéltük a német játékosokat, a holland játékosokat, egyébként ugye az volt a visszatérő elem, hogy a holland edző a holland játékosokkal fürdött be, ugye Moniz, a Dola a német játékosokkal, ugye azóta már azért szélesebb spektrumról próbálunk igazolni. Most úgy tűnik, hogy a volt ellenfeleinkből szemezgetünk, ugye nem csak róla van szó, hanem ugye Ovusurról, a Karabakból, és én tudok még olyan más játékosokról is egyébként, akiket a volt ellenfeleinktől figyeltünk, tehát ez egy kifejezett ilyen koncepció lett. Egyébként nem is meglepő, mert azért a Fradi most eljutott arra a szintre, hogy nagyon nehéz már úgy igazolnia, hogy kik azok, akik erősítést jelentenek, és egyébként anyagilag megfizethetők, és óvatatlanul ez a balkáni térség, ahol ugye tudjuk, hogy egy albán támadót figyeltünk, merül föl, vagy pedig olyan játékosok, akik Kelet-Európában játszanak, ugye ebbe egy kicsit kakuktojás a Bece nevű angol és rác, akit pedig a portugál másodosztályból figyeltünk, illetve fölmerült egy brazil középhátvéd is, tehát ezt mutatja, hogy a Fradi most már tényleg mindenfele próbálkozik, részben
volt ellenfelektől, részben pedig olyan játékosoktól, akiknek a Fradi előrelépést jelentett, és aki, mert aztán a Fradi is megtalálhatja, ha fogalmazhatunk úgy, az új Lajdunit, aki ugye a francia harmadosztályon és a román első osztályon keresztül jött hozzánk, és én meg emlékszem, hogy mekkora elégedetlenséget váltott ki az ő leigazolása, hogy ki ez és mit akarunk tőle, aztán hát most már egészen máshogy beszélnek róla, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában. Te pedig ő nem is Újpestről jött. Köszönöm szépen. Nem szeretném. Esküszöm, komolyat akartam. Na figyelj, most kérdezek egy komolyat, Dénes. Tényleg az jó egyébként, hogy itt van a Sebastian, ugye ezt itt interjúlet megbeszéltük, hogy mi nagyon a pletykákkal nem vagyunk tisztában annyira, én se követem, akiket igazolunk neki, meg szakmai kötelességhez követni. Azt viszont ugye tudjuk, hogy abban egy közép hátvéd, és hogyha ránézünk a keretre, az talán az egyik olyan poszt, amin jó, ha van még egy emberünk, nem? Igen, de hát ugye minden posztra, de jó, hosszú a szezon, és hogy most ugye tavasszal is tudunk menni kupába, ezért még fontosabb az, hogy minél stabilabb és erősebb legyen a keret, illetve a versenyhelyzet meglegyen. De talán igen, az az a poszt, ahol azért vártuk, hogy fog érkezni új játékos. Meg hát ugye a kíváncsian figyeltük azt, hogy kik azok a játékosok, akik esetlegesen eligazolnak, vagy le lesznek cserélve időzelesen. Mert azért az látható, hogy most már nem minden évben megvan a kijelölt út, de sokkal hamarabb jönnek az új játékosok. Ugye olyan gyorsan fejlődik a csapat felfelé, hogy adott játékosok már fél szezonon, egy fél szezon alatt is kiderülhet, hogy már kevés arra a szintre, ahova a Fradi el akar jutni. Viszont a türelem sem állt, és erről majd picit később beszélgetni fogunk, hogy ki lesz az majd, aki talán berobbanhat. Azért ez a fél év, egy év, sok embernek kell, például ugye akár Zakari Eszennek is. Most viszont arra akartam átkötni, itt már Dénes említette, hogy várjuk azt, hogy milyen mozgások lesznek. Még mit tudunk Lajdoniról? Mert én megmondom őszintén, meg majd kíváncsi vagyok a te véleményedre is, hogy mit gondolsz erről az egészről. Megmondom őszintén, hogy amikor a VB-n ilyen jól szerepelt, én őt már teljesen elkönyveltem, hogy ő nem lesz itt tavasszal. Hát szerintem ebben a legtöbben így voltak. Bár egyébként a VB előtt ugye Ryan Mayerről is ezt gondoltuk, aztán az, hogy ő nem került be a VB keretbe Sammy Mayerval együtt, az nyilván nekik nem tett jót, és egyébként tavasszal ez is egy félelem, hogy ők, mert óhatatlan, hogy nekik ez egy óriási csalódás, hisz az utolsó pillanatban egyébként elég ilyen kurtán furcsán tudták meg, hogy nem kerültek be a VB keretbe, miközben teljesen biztosak voltak benne, hogy ez nem okoz náluk egy visszaesést, ez a csalódás, reméljük, hogy nem. Ugye Lajduninál azt tudjuk, hogy akármelyik nap, akármelyik pillanatban elkelhet persze, hiszen nagyon sokan figyelik. Azt szerintem már egy előrelépés a Fradinál, hogy mondjuk egy Sampdoria vagy egy Cremonese ajánlatára azt lehet mondani, hogy köszönjük szépen, de ez kevés. És már a játékos se úgy áll hozzá, hogy neki, ha olasz első osztályban, még a kieső helyen álló csapatok is neki azonnal mennie kell, mert ez egy óriási előrelépés. Mert több játékos már azért úgy gondolkodik, hogy még egy topligás csapatban is azért, hogyha nem játszik nemzetközi meccset, akkor neki az nem biztos, hogy előrelépés. Tehát a Fradi ilyen szempontból már egy jóval magasabb polcon van. Azt tudjuk, hogy egész Európából figyelik Lajdunit. Kérdés az, hogy tényleg megadják-e azt az összeget, amit azért a Fradi akar kapni, és hát az nem titok, legalábbis ezt tudjuk, hogy azért itt a román csapatának is jár egy százalék belőle, nyilván ilyenkor vannak ilyen ügynöki jutalékok, tehát a Fradi is úgy számol nyilván, hogy azért egy tisztes haszonnal szeretne kiszállni, és nyilván a játékos is olyan csapatba szeretne elmenni, ami valós előrelépés, tehát azt például Oroszországban is keresték, de azt a hírek szerint Lajduni mondta, hogy ő oda biztos, hogy nem. Ugye január 19-én rögzítjük az interjút, tehát tényleg nem tudjuk, hogy amikor a TS nézitek épp, még itt van a Lajduni, vagy már nincs téged, ez egyébként meglep, hogy úgy néz ki, hogy marad, vagy talán marad? Nem, nagyon nagy a piac. Tényleg berobbant az első mérkőzésen, és ugye a meccsembere is lett nagyon jó teljesítmény nyújtott meg a világbajnokság alatt, de nagyon, ahogy tanult kollégám is mondta, hogy annyira fejfejlődött a Ferencváros, hogy nagyon nehéz olyan csapatot találni, aki meg is tudja fizetni,
ki is vásárolja azért az összegért, amiért megéri a Ferencvárosnak, és szakmai előlépés lehet számára, mert azért, hogy minden évben tud játszani Európa Ligába, vagy ő Bajnokok Ligájába, az sokkal motiválóbb, mint ahogy említetted, hogy benn maradhat-e esetleg az olasz első osztályba. Előrébb jár az olasz bajnokság, de én is úgy gondolom, hogy sokkal stabilabb és kiszámíthatóbb egy Ferencvárosnál maradni, megbecsült tagja a csapatnak a teljesítmény alapján is. Hogy én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból nem meglepő, de hát azért bízunk benne, hogy azért valahol összefutnak úgy a szálak, hogy a játékosnak is és az egyesületnek is jó lehet ez, mert hogy természetesen a játékos eladásokból befolyó összegek azért jelentősek tudnak lenni, és ugye a ráhatásra tudnak lenni, plusz még az új igazolásokra is. Hát azt gondolom, hogy azon jobban meglepődnénk, ha ősszel még itt lenne Lajdoni. Hát azon én is, bár ugye tehát, hogy ez tényleg állandóan változik, most ugye a Boliról tudjuk, hogy ő is lényegében, és ez nyilván függ attól is, hogy mi kit tudunk igazolni, vagy ha elmegy, ki jön a helyén, de ugye Boli is távozó félben van, de hát ugye ezt már többször tudtuk róla is, hogy és aztán itt maradt, újra megtalálta magát, tehát ez ilyen a futballban talán ez a legszebb, hogy mindig minden állandóan változik, tehát az ő esetében se lehet azt kijelenteni, hogy még biztos itt lesz, mikor ez a műsor adásba kerül, de az sem biztos, hogy egyetlen elszerződik ebbe a átigazolási szezonba. Továbbra is felhívom a figyelmeteket, meg kérem is, hogy aki tudja, az kövesse a Facebook oldalunkat, meg az Instagram oldalunkat is. Például azért, mert igyekszünk majd olyan lehetőséget biztosítani számatokra, hogy megpróbáltok beleszólni az adásba. Például most egy kérdéssel meg tudtátok ezt is tenni, hiszen megkérdeztük tőletek is, hogy kit vártok a tavasz meglepetés emberének, és ugyanezt a kérdést most fölteszem Dénesnek is első körben. Aztán majd elmondom, hogy a szurkolók mit mondtak. Szóval lesz-e szerinted olyan játékos most tavasszal, aki eddig talán kevesebb szerepet kapott, és most megkapva a bizalmat, majd él vele, és akár egy új kulcs játékos nő ki belőle? Hát erre nehéz bármit mondani, nagyon sok tényező, változó lehet ebben. Meg ugye alapvetőleg azért látszik, hogy abszolút csapatszinten gondolkodik a vezetőség is, meg Csercsaszov is. Az, hogy most valakinek jobban kijön a lépés, az egy plusz a csapatnak, meg magának is. De igazából én úgy gondolom, hogy nagy változások nem lesznek. Ugye a kérdés az is, hogy hány kör tudunk menni, mennyi lehetőséget kapnak, hát ugye egyre jobban fog szűkülni azért a játékidő azoknak a idézősen peremembereknek, akik össze tudtak játszani, vagyis az előző fél szezonban. Szóval nem gondolnám, hogy itt nagy változások lesznek, de mindenkinek, aki peremember idézőlesen, annak fel kell kötni a nadrágját ahhoz, hogy itt tudjon maradni. Mert azért innen, bár jó helyre kölcsönbe mentek el az elmúlt időszakban is játékosok, vagy végleg, de azért nem ez a szint. Szóval úgy érzem, hogy ahova el szeretne jutni, a Ferencváros is van, azért ott nehéz megragadni, és sokat kell tenni azért, hogy ott maradjon. Németh Balázs egyik kommentelőnk írta, hogy én Golyaktól várom a legtöbbet, bizonyított már Zágrábban, tapasztalata is van elég, a beilleszkedéshez fél év plusz egy edzőtábor elég kellett, hogy legyen, Zaki és hasonló után robbant be. Mit gondolsz akár erről, akár majd a meglepetésekről? Golyát nálam is, ha nekem választanom kellett volna, én is rá tippelnék. Azért ő egy nagyon jó Zágrába volt, nagyon stabil csapatember nyilván. Az már az első meccseken kiderült, hogy jó barátságban van a labdával, ahogy azt szokás mondani. A Ferencváros játéka, és én visszautalnék még egy másik formátumban készült műsorra, amikor arról beszéltünk, hogy Csercsaszon miért lesz jobb, mint Stöger, és hát azért bejött ez a jóslat, hogy Csercsaszov egy nagyon szisztematikus rendszerben gondolkozik, ugyanúgy, ahogy annak idején Rebrov, és nyilván azért idő kell, amíg ezt a játékosok elsajátítják, és idő kell ahhoz is, hogy a Golyák például megértse, hogy mikor tőle mit várnak, illetve a többiek is felismerjék, hogy mi az ő erőssége, mikor érdemes őt megjátszani. Tehát én rá mindenképp számítok, hogy
előretör. Az Instagram sztoriban egyébként szavazhattatok, tehát ott ugye meg kellett adnunk három embert, plusz egy negyedik opció, hogy más, és ezek alapján 39%-ot mondta Marquinhost, hogy majd esetleg ugye többet fog játszani, és még többet meg tud magából mutatni. Hát nyilván Lisztes Krisztián 28%-kal, és Mercier 25-tel volt ott a harmadik helyen, és hogyha kicsit Lisztesnél maradunk, az ugye egy örök dilemma, egy örök kérdés, akkor tájt, amikor ugye mostanában elég hamar eldől a bajnoki cím sorsa, és tényleg tetemes előnnyel tud a Ferencváros már tavasszal játszani, hogy na majd most egy pár fiatalt be lehet talán építeni, és valahogy ezt sose láttuk. Szerinted egyrészt eljöhet-e ez idén, másrészt egyáltalán el kell lejönni, vagy az nem számít, hogy fiatal, hanem bizonyítson, és majd akkor játszik? Alapvetőleg ez az út, hogy ezt lehet látni, az is nagyon szűk mesdje, hogy ha beépíted a fiatalt, vagy elkezded beépíteni lehetőséget azt neki, akkor elveszed el a játék lehetőséget attól a játékostól, aki egyébként azért hoztak ide, hogy játszon. Ugye vagy azért, hogy utána el tud adni. Ugye? Kis feszültséget okozhat ez a meglévő rutinosabb játékosnál, de ugye elvégeztem egy tanfolyamot két évvel ezelőtt, egy neves olasz előadó feltette a kérdést számunkra, hogy mit jelent az, hogy top csapat, és ugye mentek a tippegetések, de a lényegre térjek, hogy a top csapat az minden évben a bajnokságra tör, annak nincs ideje arra, hogy építgesse a játékosait. Fontos a maga a Ferencváros utánpótlása miatt, hogy jöjjenek ide emberek, lássák azt, hogy be lehet kerülni az első csapatba, ez nagyon fontos szerepet tölt be mondjuk Krisztián is, hogy lássák azt, hogy hova lehet eljutni. Viszont ha eredménykényszer van, akkor nem fogsz hozzányúlni, csak hogyha tényleg megérdemli, olyan teljesítményt tud nyújtani. Ha hamar eldől a bajnokság, amit várunk, akkor azért több játékos megkaphatja, és akkor hamar ki fog derülni, hogy kik azok a játékosok viszont, akik a jövő szezonban már nem étkezdik meg a felkészülést. Ez egy kis gesztus is lehet akár, nem a szurkolók felé. Tehát azért nem véletlen, hogy tényleg itt a kis Lisztes ilyen sok százalékot kapott, nyilván kisebb merítésből, tehát nem 10 000-ek szavaztak, de gondolom, hogy te is látod a kommenteket akár nálatok, hogy ki vannak már éhezve arra, hogy magyar fiatalokat is lássunk a Fradiban? Mindegyen ki vagyunk erre éhezve, tehát mindegyen szeretnénk saját nevelésű, vagy legalább magyar fiatalokat látni, de hát valóban itt azért teljesíteni kell. Én nem is azt gondolom, hogy azok helyett kéne játszatni őket, akik itt maradnak, vagy akik még esélyes, hogy a Fradiban meghatározó játékosok lesznek. Az volt kicsit érthetetlen az elmúlt években, hogy olyan játékosok helyett se kapták meg a bizalmat, mondjuk a Marin vagy a Skvarka, akikről lehetett tudni, hogy már elmennek. Tehát ott nem nagyon volt ez érthető. Én remélem, hogy ebbe azért lesz váltás, mert igenis edzésen nyilván nyújtanak valamit, edzőtáborban nyújtanak valamit, de mégis egy NB1-es meccsen azért több minden kiderülne. Most azért az edzőtáborban ott volt Lisztes, ott van Varga Zétény, aki szintén egy tehetséges játékos, ott volt a Halmai, tehát azért ez sem véletlen egyébként, hogy két volt NB1-es válogatott futballistának a gyereke, tehát a Fradinál végigcsinálni ezt, ahhoz kell egy olyan, hogy talán az apja a saját tapasztalata alapján tudja mondani, hogy igen, csináld, mert igen, ez kőkeményen, de meg kell csinálni, és ott volt a Almási Levente, aki pedig középhátvéd, aki szintén így végigjárta a ranglétrát az összes Fradi ifi csapatból, tehát közülük remélhetőleg valaki azért meg tudja mutatni magát, hiszen tényleg, hát ugye Pászkát szoktuk mostában emlegetni, aki ugye nem fiatalként került oda, de hát mégiscsak a Soroksárból került oda, és megmutatta egy pár meccs alatt, hogy mire lehet képes, de ott is, ha nincs a Csivicsnek a sérülése, akkor nem biztos, hogy ez így ennyire kiderült volna. Tehát én azt gondolom, hogyha eldől a bajnokság, akkor azok helyett, akikről tudjuk, hogy már nem számítunk rájuk, igenis jó lenne, hogyha kiderülne ezekről a fiatalokról, hogy mire vihetik. Már csak azért is, mert nyilván, hogyha az ki is derül, hogy a Fradiba nem elég magas szintűek, de az még simán lehet, hogyha egy pár meccset tudnak játszani, egy NB1-es csapatnak erősítést jelenthetnek, és az is egy karrier lehetőség lenne nekik, és legalább magyar fiatalok játszanának a NB1-es csapatokban. És akkor is lehet majd rotálni, hogyha nagyon sokáig jutunk az Európa Ligában, ugye kevesebb, mint 2 hónap, és jön a meccs, amiről már tényleg nagyon sokan beszélnek, és aminél még az ellenfelet nem is tudjuk. De most azt szeretném tőled kérdezni, Dénes, hogy mennyire
égsz már te is így Európa Liga lázban, ugye? Régen mondhattuk már ezt ki, hogy tavasszal ott van a Fradi a nemzetközi porondon. Igen, ugye mindenki ez látszik a jegyeladásokban is, hogy a Népstadionba vittük be. Nekem még az marad. A mérkőzésre nagyon nagy lesz, ugye, ahogy ki fog derülni, hogy ki az ellenfél, akkor szerintem még jobban meg fog ugrani. Ugye azért előkerülnek azok a szurkolók is, akik igazából azért fognak kijönni, hogy megnézzék az ellenfelet, nem feltétlenül a Ferencvárost. De úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, hogy mindenki láthassa. És úgy gondolom, hogy ez a magyar labdarúgást is emeli föl. Ez nagyon fontos, nem csak a Ferencvárosnak, hanem a magyar labdarúgásnak is, hogy az ki tudtunk lépni. Ezt a szintet. Futballista észre is azt mondod? Vagy mint hogyha visszagondolsz, hogy mondjuk te játszanál itt az Európa Ligában, akkor azt mondanád, hogy inkább menjünk egy kvázi idegen stadionban nagyobb nézők sereg miatt, ahelyett, hogy a saját otthonunkban játszunk? Hát a mai világ az gazdasági alapú, szóval igazából tudom képzelni, hogy megkérdezték a játékosokat, hogy ők hogy gondolják. A mi időnkben is ugye az Európa csoportkört a Nél stadionban játszottuk, az is hazai pálya. Szóval tudom, hogy nem a saját öltöző, de mégis mi vagyunk itthon. A nagy része a magyar játékosoknak, ugye összes játékos azért sokat játszott ott itt a válogatott a kapcsolatban is. De úgy gondolom, hogy mindenféleképpen ez fontos. Szurkolónak is, én már csak egy szurkoló vagyok. Ugye én könnyebben bejutok oda így, hogy ez sokat többen megtudják, hogy az előző adásban visszanéztem, nem teljesen jutottam a végére. De hogy hogy szóba került az is, hogy a bevonzani a idei évben fontos része lesz, hogy a fiatal szurkolókat is bevonzák, nem első körben a B közében, mert oda több szinten kell bejutniuk, mint megtudtam. De hogy ez egy jó lehetőség, hogy sokkal több embernek nyílik rá lehetősége a Puskásba bejutni, mint a Grupamába, ahol azért a bérleteseknek száma elég nagy. Úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. Hát gyakorlatilag a Grupamában már nem is tudnánk most jegyet venni. Tehát ház lesz a Puskásban? Remélem, hogy nagyon sokan lesznek most, hogy technikailag tehát ház lesz, azt nem tudom, de ugye most már 35 ez, ugye nálunk folyamatosan nyomó lehet kísérni az ülői 129-en, hogy épp mennyi jegyet adtak el, foglaltak le, tehát azért már közel 40 000-nél járunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon méltó szám már így is. Tehát megmondom őszintén, nálam ez az Európa Liga láz azért, én engem nem nagyon érdekel, hogy ki lesz az ellenfelünk, tehát nem különösebben mozgat. Azért szeretném a Rómát, mert Rómába jó utazni, tehát ez egy nagyon szép város. Majd, ugye? Igen, hát nyilván, de ez egy nagyon szép város, de így ennyire, tehát nem tudom, fogalmam sincs, kik játszanak mondjuk a Manchester Unitedben, tehát nem tudnék három játékos felsorolni, úgyhogy nem igazán ez foglalkoztat engem, a Fradi érdekel. Szerintem egyébként végig se gondoltuk, hogy azért ez egy mekkora dolog volt. Tehát azért 75 óta milyen nagy csapatok voltak utána, Nyílék, Bánki Dodiék, Simon Tibiék, Rósa Diniék, és senki nem jutott el oda. Hát... Köszönöm. Hát az egy csoportkörbe is bejutottató. Igen, jó. Tehát, hogy csak hogy ilyen nevek mellé besoroltál. Persze. Igen, hát értem, hogy egy csoportkör miatt mondtad, igen, de azért megtisztelt. Emlékezetes csapat voltatok ti is. És hogy de egyiknek se sikerült ez, hogy tavasszal ott legyen a Ferenc. Ez egy óriási dolog, ez az, hogy azért szerintem az baj, hogy nem gondoltuk ezt végig, hogy mondjuk mit jelent egy olyan Monacót megelőzni, akinek két játékosa játszott a VB döntőn. Vagy mondjuk a középcsatáruk a svájciaknak a legjobb játékosa volt. Tehát, hogy azért ez egy óriási, óriási dolog, és hát azt is el lehet mondani, három ország legjobbját, ugye Monaco legjobbját, Törökország legjobbját és Szerbia legjobbját előztük meg. Tehát tényleg ez egy nagyon nagy dolog, úgyhogy innentől kezdve szerintem minden ajándék. Tehát, és nekem semmi bajom nincs a Puskással vagy Népstadionnal, ahogy veszük. Én emlékszem a Juventus ellen, amikor rossz volt az idő, aztán a meccs alakult különösen jól, bár mondjuk egy Juventus ellen hogy alakult, de hogy azért az, amikor ott álltam,
a barátaimmal volt annak is, az első BL meccsnek a grupamában is, annak is megvolt a hangulat, amik azokkal a barátaimmal összekapaszkodtunk a BL himnuszra, akikkel voltak, akikkel voltunk NB2-es Fradi meccsen, tehát azért... Ez a Juventus meccsen? Nem, ez ugye a grupamában, hogy annak is volt egy hangulata. Ja, csak már ott Covid volt, és igen, 3 méter távolság. Igen, hát ez... Akkor felelőtlen voltál, hogyha... Biztos volt, aki betartotta, igen. Hát előbb dicsértem most. Igen, de hogy a Juventusnál meg azt éreztem, hogy itt vagyunk egy ilyen gyönyörű stadionban, egy Fradihoz méltó óriási nagy stadionban, Puskáson, ráadásul Magyarországon, megszólal a BL himnusz, és tényleg hát több emeletnyi lelátóról szól az, hogy hajrá Fradi. Tehát ez egy Fradihoz méltó dolog. Tehát aki azt mondja, és ezek azért nem akarok senkit megbántani, ezek általában olyanok, akik egyébként nem nagyon vannak meccsen, hogy aki azt mondja, hogy az méltatlan a Fradihoz, a Puskás, az még nem volt ott a kupa döntőn. Abszolút, milyen hangulat. Tehát volt. Ez olyan óriási hangulat volt, pedig ott úgymond csak egy paks volt az ellenfél. Tehát én azt gondolom, hogy ott és ugye hát Ádám ugye itt megígérte, hogy a hangulattal nem lesz gond. Tehát én ilyen szempontból várom, a Fradi miatt várom ezt nagyon, hogy igen, megint ebben az évben is lesz egy olyan meccs, ahol azt lehet mondani, hogy tényleg ez a méltó régi nagy híréhez. Pont. Nem tudom, ez mennyire hallatszott be, de úgy látom, hogy itt, vagy úgy hallom, hogy itt elment valami kamion mellettünk. Na mindegy. A Fradi kamion. A Fradi kamion, igen, igen. Igen, azt akartam mondani, Sebastian, hogy igazából annyira engem se érdekel az ellenfél, ebben egyformák vagyunk, de azért a játék kedvéért most nézzük meg, hogy kiket kaphatunk, és tényleg próbáljuk meg itt picit kisorsolni, aztán majd mondok nektek néhány mondatot a csapatokról, akiket épít kisorsolunk. Ugye itt az a lényeg, hogy még egy-egy pár harcot nekik le kell játszaniuk, nekünk már ugye nem, már várjuk őket. Hát se lejteznek ezek se a... Se lejteznek a Fradi előtt. Barcelona, meg Manchester, hogy ellenük játszhassanak. És akkor utána majd arra leszek kíváncsi, hogy tényleg, hogyha nem is azt, hogy pont most a Juventust akarjuk, vagy mondjuk a Nant, hanem hogy inkább jön egy nagy csapat, vagy egy kis csapat, de akkor most sorsoljunk, jó, délen, elindulnak a címerek, és amikor mondod, hogy stopp, akkor megállítjuk. Stopp. Na, Sporting Midtjylland például, ugye Midtjylland rögtön egy régi ismerős. Azért most nem mondod azt, hogy mindegy, hogy ki jön, nem, azért... Hát ez a Midtjylland, ezzel valami fiatal csapat, de ezekkel egyszer játszottunk. Igen, a bíró akkor belenyúlt a meccsbe, úgyhogy most jól lenne nekik azért vissza. Hetedik helyen állnak a dán első osztály, úgyhogy nem annyira megy nekik. Igaz, csak 4 pontra a dobogótól, és ugye az Európa Liga csoportban ez volt az érdekes csoport, ahol 4 csapat végzett 8 ponttal, a Feyenoord, a Lazio, a Sturm meg ők. Hát a Sporting az már erősebb csapatnak tűnik, ugye negyedik helyen vannak a Portugál ligában, és ők a BL-ből estek le. Frankfurt, Marseille és a Tottenham és a Frankfurt mögött és a Marseille előtt végeztek a BL-ben. Hát azt gondolom, itt a Sporting tovább jutna, Sporting Fradi, zöld-fehér párharc. Hát hazai pályán nem jelenteném ki, de ugye azért az sem mindegy, hogy hol kezdünk, szóval az egy nehéz párharc lenne. Már ez már eldött, nem, hogy idegenbe kezdünk. Idegenbe. Hát a Midtjyllandre azt mondom, hogy ezt nem kötelezőnek tartanám, de hogy abszolút olyan szájíze, hogy akkor még egy kört megyünk. A Sporting azért ez egy erős csapat, nagyon gyorsak, erősek. Igen, az a megküzdenénk. De hát... Előre. De eddig is volt az elmúlt pár évben meglepetés a részünkről, hogy azt mondom, hogy ez is megugorható, de jóval nehezebbnek tartom, mint amit jelentett. És hát végülis Ronaldo-t se tudták végülis visszavinni, ő is egy nevesics szaudarábiai csapatot választott helyettük, tehát annyira ők se. Hát igen, az éves költségvetésüket nem akartak kifizetni a Ronaldo-nak. Igen, valószínű. Ugye azt mondanom sem kell nektek, hogy majd az Instagramon meg a TikTokon ti is tudtok majd is sorsolni, úgyhogy várjuk, hogy nektek mi jött ki és mit vártok, de most meg azért Sebastiánt se hagyjuk el, és akkor újraindítjuk mindjárt a videót. Nézzük meg, hogy mit mond a Fortuna. Most. Most? Ó, annyira tudtam, hogy ez ki fog jönni, a két ismerős Leverkusen, ugye ők a Porto és a Brügge mögött, az Atletico Madridot megelőzve estek ki most a BL-ből. Nagyon pocsékó kezdték a Bundesligát, és még most jönnek fölfelé, de még mindig csak a 12-ek. Hát a Monaco meg ugye nem szégyen szemre, hát a Fradi mögött másodiknak lenni az dicsőség, ugye számukra az Európa Ligában és negyedikek a ligában. Amúgy ez egy jó párharc lesz, szerintem. Ez mindenképpen ugye...
Hát a Leverkusen azt ugye egy időben mondták, hogy az örök második Leverkusen, hát most akkor lehetnének egyszer a Fradi mögött is egy kicsit. Ha ki tudják venni a Monakót, ami tényleg, tehát hogy korábban említettem, ha már ez kijött, tényleg, hát ez iszonyatosan erős csapat, és hát lehet, hogy még azért ha választanom kéne, akkor inkább a Leverkusen, tehát azért. De összességében azért nem szeretném ezt, mert úgy ismerjük egymást. És... Igen, ez nyilván ők már nem becsülik le. Ugye ezt mind a két csapatot az elmúlt években megverte a Ferencváros, ezt azért jó elmondani, nem? Egy Leverkusen-Monaco párharcnál, hogy mind a kettő ellen győzött a Ferencváros. Azon a revans vágyal jönnek majd ide. Igen, tehát hogy ők már nem hiszem, hogy lebecsülnék a Fradit, bár egyébként érdekes, mert a Monaco kapcsán ez fölmerült, én ott se éreztem, azt éreztem, hogy nyilván abban a Kongó stadionban, ahol csak fradisták voltak, nehéz volt nekik igazán fölpörögni, de ott nem nagyon lehetett azt érezni, hogy ők lebecsülnék a Fradit, hanem egyszerűen a Fradi ilyen jó volt, tehát, de ők biztos, hogy nem úgy érkeznének, hogy itt akkor tuti a győzelem, tehát meg nem is úgy fogadnák a Fradit. De nyilván mindenki ellen van esélyünk, de én tényleg azt mondom, hogy olyan eredményt értünk el, hogy innentől kezdve az semmi, akármilyen eredmény születik, csalódottnak lenni nem szabad. Hát a sorsunk úgyis valószínűleg Gerazoli kezében lesz újra, szerintem ismét ő fog sorsolni valamikor február vége felé. Ugye Sebastian azt mondta, hogy őt nem érdekli ki az ellenfél. Téged, Dénes, hogyha csak így makroszinten nézzük, ugye nagyjából két tábor van, hogy olyan, aki ellen lenne esélyünk tovább jutni, meg olyan, aki egy szuper csapat, és akkor ide jönnek a sztárok. Melyik oldalon állsz? Én a sztárok oldalon állok. Tényleg? Igen. Jöjjön egy jó csapat, és jussunk tovább. Ja, hát így oké. Okay. Igazából az elnök urat tudnám idézni, hogy Barcelona ellen is már van esélyünk tovább lépni. Nem egyszerű, de meg kell lépni ezt a szintet. Ugye ezért dolgoznak, az egész egyesület, az egész munka arra van kihegyezve. Azért az új igazolások, az edzőtábor, a felépítés. Lépjük meg. Legyen így, szerintem ez egy tökéletes végszó. Sebastian, Dénes, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Ennyi fért a mai adásunkba, és hogyha még nem iratkoztatok fel, akkor kérlek, hogy tegyétek meg most. Kövessetek minket az Instagramon és a Facebookon is, hiszen, ahogy láthatjátok, igyekszünk interaktívá tenni a műsort, és akár ti is beleszólhattok ezeken a platformokon a szerkesztésbe. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok velünk. Két hét múlva találkozunk, február 6-án jön a Hajrá Zöldek. Hajrá Zöldek! Ez volt az elköszönés. Szevasztok!